A tojásnak kismillió felhasználási területe létezik. Ezúttal próbáljuk ki, miként állja meg a helyét egy hétköznapi pörköltként. Mossuk tisztára mind a 6 tojást, majd óvatosan egyenként helyezzük el az egyik lábosba. Engedjük ezt tele meleg vízzel, majd tegyük a tűzhelyre és gyújtsuk is meg. Miközben 10-15 perc alatt keményre főzzük, elkészíthetjük a további hozzávalókat. Vegyük elő a vörös hagymát. Tisztítsuk meg alaposan, majd helyezzük bele a másik lábosba. Öntsünk hozzá némi olajat, helyezzük egy másik tűzre, majd folyamatos kavarás mellett közepes lángon pároljuk üvegesre. Adjunk hozzá egy kevés sót. A folyamat gyorsítása érdekében, és hogy ne égjen oda a hagyma, tegyük rá a lábosra a fedőt. Néhány perccel később lejjebb is vehetjük a lángot, és ízlés szerint hozzáadhatunk némi piros aranyat. Az egészet bolondítsuk meg egy adag piros paprikával, majd keverjük egyenletesre egy fakanállal. Ügyelve arra, nehogy odaégjen, öntsünk hozzá kevés vizet, és kavarjuk is meg jó alaposan. Miután elkészültek a tojások, engedjük meg a csapot, és óvatosan öntsük le a forró vizet. Szépen pucoljuk meg az összes tojást, és amint ezzel megvagyunk, elő is vehetjük a tojásaprítót. Türelmesek próbálkozhatnak késsel is, de így sokkal formásabb eredmény érhető el. Persze így is el leszünk vele egy ideig. A felaprózott tojásokat öntsük bele a tűzön lévő lábosba, majd óvatosan kevergessük meg a szószban. Ügyeljünk arra, hogy ne törjük össze a darabokat. Elkészítése minimális gyakorlással alig néhány percet vesz igénybe, és egészen laktató kis vacsora lesz belőle. Fogyaszt te is egészséggel!